Szép sorokban elrendezve pihennek a polcokon a könyvek a dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér Baross úti Kisfaludy Károly könyvtárában. A kormány döntésének értelmében a kulturális intézmények is megnyithatták kapuikat a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt, így mostantól a győri könyvtár is újra várja az olvasni vágyókat. Most harmadika óta az intézmény valamennyi szolgáltatása hagyományos módon rendelkezésre áll mindazoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, valamint azon 18 éven aluli fiataloknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkező személy kíséretébe érkeznek az intézménybe. Hogy mindazok, akik még nem kapták meg a védettségi igazolványt, vagy nem rendelkeznek ezzel, számukra továbbra is az online kölcsönzés lehetőségét kínáljuk fel. A belépéskor egy ilyen matrica fogadja az érkezőket, ezen a ponton ellenőrzik a védettséget igazoló kártyákat, majd indulhat is a válogatás. Bár a jogszabály szerint nem kötelező a maszk, a könyvtár vezetősége mégis kéri a védőeszköz használatát. Ami még lényeges a jogszabály, ugyanazt írja, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők nem kötelesek maszkot hordani a kulturális intézményben, azért mi erre kérjük őket, tekintettel arra, hogy a kollégáink jelentős része még vár arra a szurira, úgyhogy az ő egészségük védelme érdekében kérnénk ezt a figyelmességet a felhasználóinktól. Egymás mellé rendezett összegumizott kötetek várják azokat, akik védettségigazolvány hiány továbbra is az online kölcsönzés útján tudnak olvasni valókhoz jutni. A vezetőség örül, hogy már az első napon nagy volt az érdeklődés, és remélik hamarosan minden látogatót személyesen fogadhatnak. Nagy érdeklődés volt, nyilvánvaló, hogy a hosszú zárás után, tehát vagyis a részleges szolgáltatások után a hétfői nap nem mérvadó, hiszen akkor már egy nagyon felgyülemlett könyvtár használati vágy jelent meg, bízunk benne, tehát sokan voltak, bízunk benne, hogy továbbiakban is az érdeklődés fennmarad, és hát reméljük, hogy az átoltottsággal lehetővé válik, hogy aztán különböző szabály, ilyen kényszerszabályok nélkül is már fogadhassunk mindenkit előbb vagy utóbb. Az új jogszabály szerint pedig a táncos zenés tartalmú összejövetelek kivételével már rendezvényeket is tarthatnak. Alapvetően jó hír, hogy rövidesen bizonyos rendezvényeink is elindulhatnak, természetesen a klubok nem, hiszen a jelenlegi szabályozás az jegyvételes ültetett rendezvényekre vonatkozik, kivéve ugye a táncos zenés, ami nem lehet továbbra sem. Így a kérdést valószínűleg ingyenes regisztrációs jeggyel fogjuk megoldani az olyan esetekben, ahol amúgy is díjtalan lett volna a belépés. Az elsők között nyitják majd újra Kurcsics László grafikus művész kiállítását, ami a koronavírus miatt csak 2 hétig volt megtekinthető. Majd átnézik az éves munkatervet, és eldöntik, melyik eseményeket és milyen formában valósítják meg. Az ünnepi könyvhét szervezése pedig már folyamatban van.